Szavaztok, jó estét! Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk Kálászon. Lejöttem a cukrászdába. Hittem egy kálegynek egy üdítőt, mert most telefonáltak, hogy beállították az állomásra a vagont. És ha reggeli kordjon be a gabonát, amit el akarok szállítani velük, úgyhogy nekiállunk, aztán csináljuk. Na, jön valaki, nem is. Onnan jönnek. Na, este P80. Majd innek az autóban már elengedem, hogy menjen. Na, azt a... Ajjaj. Olyan forgalom van, hogy... Hogy ez rettenetes. Na, úgy néz ki. Kapcsoljuk a lámpát. Na, itt van Kálász vége. Úgy néz ki, hogy a szállítóból akkor behordom a gabonát. Majd meg kell néznem, hogy mi van pontosan. De először menjünk, azt nézzük meg a vagont, hogy tényleg beállították-e, vagy mi van. A fólia sátrak. Most már nem termelnek. Október van. Ma januárban indítom megint a fólia sátrakat. Zapierből nagyon szép pénzt szedtem be. Nagyon megérte. A lakók itt fognak örülni, biztos, hogy itt a traktorral megyek éjjel. De hát muszáj vagyok már, különben akkor fizetni kell a vagonállásért. Reggelig van idő a behordásra. Elég jó sötét van. Na, itt van-e, itt vannak a vagonok-e. Látom, már meg van rakva egyik másik fával. Már dolgoztak a fiúk. Na jó, hát. Akkor be van állítva itt a traktor is. Amivel be kell rakni a vagonba. Mindjárt ezért. Lehetne rakni kanállal is, de nekem rakodógépem nincs. Én meg azért nem bérjelek. Ezt a vasút biztosítja. Úgyhogy nekem ez így bőven megfelel. Na, vagytok még. Szarva nyitva a kapu. Ajtó. A kapu beoldalva. Na, menjünk aztán. Vagy jó Hollanda beoldjuk. Szépen van. Huszával ki a pontkocsival, már ezen van ajtó, kis ajtó hátul, és az hátra fele billent, és muszáj vagyok.
Ával hordani, de hát elég sok belefér ebbe is. Na. Kioktattak, hogy hogy működik a gép, ami rakja. Hát nem egy nagy döngösség, az biztos. Azt mondja, buza van, árpa van. Hát nagyon, azt hiszem, mások nincs is. Cukorépa van, még egy kevés. Nincs is más. Szilás, azt nem adjuk el. Szalmát se. Hát akkor azt hiszem, hogy kezdjük a lárpával. Kezdjük a lárpával. Ha belemegy állapba is 24 ezer. 24 tonna, 24 és fél tonna majdnem. Mindjárt lemérjük azért pontosan. Gyerekportás megméri. Na. El is felejtettem mondani itt a portásnak, hogy a jó estét! Ez a Kárász Agro Kft-nek a lárpája. Jó van rendben, ugye? Köszönöm, jövök még többször máma. Na hát is megvan oldva, de legalább meg van passzív, hogy tök jó. Na menjünk. Lassan gyertek, fiúk. Hú, a lakók biztos örülnek. Tétszak a hordom ezért. Kutya van itt is. Azt mondja, hogy szépen oda kell talatni. Egy kicsit egyenesebben. Na, indítsuk el. Bekapcsoljuk. Állat. És akkor elkezdünk billenteni. Na, hogy menjünk. Folyik bele a záró, és megy bele a vagomba. Tökéletes. Hát ez egy kicsit
huszadalmasabb idő. De hát muszáj csinálni. Mai esti tájra szállom. Tőti. Ezt egy magyar ember szervezte, ezt a rakodót. Ez úgy hívják, hogy Balázs. Nagyon ügyes. Tökéletes megoldás. Tolja bele a magunkba. Na, van itt még fa. Áru, úgyhogy még biztos megrakják a vagonokat. Hát szerintem nekem egy vagon elég lesz. Ez a csiga hordja be, és akkor itt meg egy szalag van ebbe, egy ilyen kanalas szalag, és az viszi oda föl. Utószalag tulajdonképpen, és az viszi oda föl. Ezt össze lehet csukni. Hát ez egy kis traktor elég bőven. Kicsit lassú a rakódás így, de hát megnézzük, mennyi van még benne. Na, nem sok van benne. Mehetjük a következő árpáért. Na, 9 millió, 24 tonnáért 9 milliót fizet a MÁV Cargo. Ezek mindjárt fizetnek, utalnak, mert tulajdonképpen ők veszik meg, és akkor adják, gondolom, tovább, kereskednek vele. Na, jön ez autó. Na, most már nem jön. Most már én megyek. Köszönöm, kolléga, hogy lelassítottál. Nem is kell itt száguldani. Igen, kevés üzemanyag van ebben a gépben. De hát elég lesz már. Na. A káraszállító. Ebbe. Bérbe tároltam az árvat. Lesz egy forduló
Ha még, és akkor lesz egy, na nem is tálak meg, lesz egy forduló buza. Na ráállunk a bérlegre. Hogy? Lassabban. Lassabban közlekedjetek, főleg itt éjszaka, kiszáguldozni. Valamelyik van normálisan megy, ha valamelyik meg aztán eszetlen módon. Na tehát a póliázást csináltam, egész össze volt Efrem. Hát jó, nagyon jó kerestem, de nem megérte. Úgyhogy... fogom folytatni. Januárban beindítom. Újból. Kicsit az éptolgat kell tolatni. Jó lesz. Hogy mennyi áll. Jó. Ha is már megy is. Megy is befele a cucc. Hát gondolom majd reggelre elviszik, ha minden igaz. Jön a mozdony, aztán elviszi. Aha, burítja azért. Egy kifele várunk. Mondom, nem nagyon örülnek ott a lakók. Hát ég. A vasút régebb voltam, meg volt mindazok a házak. Optik rakódó. 150 nem is. Nem tudom, ez a teljes kapacitása. Lakodásnak nem valószínű, hogy az van. Na. Mindjárt kész vagyunk. Ez is meg van rakva a fával, meg a... Jó, már. Amúgy sincs rakodógépem, akkor még azt is bérelni, vagy nem is tudom, ezt meg a mápkárból biztosítja ezt a rakódást. Úgyhogy ez nekem így tökéletes. Tökéletes, na,
7 millió utalt is, kárgó. Mehetünk. Na még van egy forduló buza. Azt még behozzuk, és akkor lassabban megyek, mert ne fogjon annyira. Mehetünk. A nagypapának vettünk egy házat Köbrényben. Nyitott a kis öreg egy ízét. Egy kis átvételi pontot. Öreg felvásárolja a gabonát. Mindent kereskedik vele. Ezt még tudja csinálni. Már traktorozni nem nagyon, de... Na, hogy menjen a buza. Aztán... ez is van egy 21, 20, majdnem 22 tonna. Jön be Palapén, most már 54 milliónál tartunk. De hát még ott vannak a tej, a tojás, hát, azt is el kell rendeznem, de hát a tejnek a támadjuk, megnézzük aztán. Meglátjuk majd, nem tudom majd. Főszaladunk a papához is. Csak hát nem akarom már olyan későn zavarni. Hülyén 80. Aztán... kísérek már lehet, hogy lepekült, valószínű, hogy tévézik. Ó, már nem megyünk. Majd. És már rakja is. Jó. Szépen lassan kifolyik. Jó, azoknak ez nem kell hozzá a nagy tudás. Kardán meghajtásra van. Kardán hajtja a csigát, szalagot. De van a kis traktor, ilyen van nekem is egy. Fent van a disznóna. Turbós. Hát tudom mi az. Valami. Valami a sárvédőt lehet levenni róla. Nagyon komoly, csak az enyém az, az van a pokócső is, hát nincs. Na mindjárt végez, fiú.
Egyedül megoldom ezt a lakodást. Jó, jó, buzáj, nagyítod. Reméljük, hogy többet ad, mint az álpáért. Majdnem volt 22 tonna. Szépen a nyolland nagyon, nagyon egy baba. Ma dolgoztam vele, vezettem vele, szántottam. Akkor elbeszóltam a hízét is, hittrágyát. No, mikor végez ez a vagonnal. Na, megvan. 8 milliót adott a 22 tonnáért, ez jó. Na. Beülünk, azt mondja, hogy Leállítjuk a motort is. Tökéletes. Na, 62 millió forintnál tartunk. Már eddig zavartam, nem olyan vészes volt ez. Jó. Két óra alatt, 3 óra alatt végeztem. Úgyhogy nem zavartam annyira itt a lakókat. Meg még azért olyan késő este sincs, hogy aludjanak. Na mindegy, hát ide lerakom én most ezt a pótkocsit. Na, azt mondja, hogy na menjünk. Hopp, jön ám. Jön ám a van is. Hát ez egy zsákfalú. Ej, az üzikem ide. Egy zsákfalú, ej, jó lapus. Na jó kis. Tőttelék a kóbázba. Na, itt van kint a tanyám, az egyik. Itt van a kombájnom. Itt van egy pótkocsi is. Itt van a vetőgép. Akkor itt van a kombinátor. Vannak itt fenyős erdők, ott van. Nem is kevés. Nem is kevés. Hú, ezt is el ne felejtsem hazavinni. Hát itt a már az szem állat, az mind a Growth Agro Kft. Ugye most már nem elég a Growth Farm, ennyi földhöz már kellett csinálni egy Kft-t. Mm.
Na, menjünk egyszer itt jobbra. Ide elvetettem a... Apa, minden... Őszi kalászos, minden el van vetve. Na, itt van a másik tanyám. Úgyhogy... Meg hát van fönn egy telek. Azt is itt van-e. Gróf Agrár Kft. Na, nem. Szalma van bőven. Jó. Ah, van itt. Van már 5000 liter tej. Na, a tejnek még nem alszanak. Hát... Igen, csak kéne ide hozni cuccost. Hát jó, van már éjszaka nem etetünk. Csak... Csak megnézem. Hát ide kell minden. A szalmától kezdve a... Azért, hát meg is. Ott kicsiban azt hiszem, hogy kell, hogy legyen még takarmány. Van benne? Szalma van benne. Bevigyük a szalmát. Elvihetjük. Van itt vállalkozó gépcikázva minden. Van itt egy... kereskedő, aki megveszi a szalmát, úgyhogy ezentúl minden... Minden földet, földön meghagyjuk a szalmát, tehát a Buzán Árpán. És... Na. És mindent be fogok bálázni. És eladom a szalmát. Abból is lesz pénz. Majd úgy csináljuk, hogy mindjárt megy a kombájn. Mindjárt megy a kombájn után a bálázó, aztán na. Becsukjuk akkor a kaput. Úgyhogy itt két föld is van. Szerintem ezeket hamarosan majd egyszerezni is kell. Majd nézzük. Növekszik 100%-ig megtrágyázva a árba. Tökéletes, nincs gaz még. Még gaz nincs benne. Ez szintén árba 100%-ig megtrágyázva. Gaz nincs benne. Nagyon jó.
Nagyon-nagyon jó. Kaszálni van akkor a kaszáló, hogy ha már a szem állnak minden kaszálóval. Úgyhogy lehet szénát is vállázni, és akkor el lehet adni. Mindenből pénzt csinálunk. El kell érni a 200 millió forintot legalább, 200-300 milliót, de akár 500 milliót is, mert aztán akkor addigra elkopnak a gépek is, azt akkor lecseréljük majd valami újra őket. Na most itt ezek a boltok, ezek ilyen saras boltok. Itt, mikor nem esik az eső, akkor nem szórja a sarat, nem is süllyed bele annyira. De viszont ha esik az eső, akkor rendesen szórja a sarat és süllyed is. Itt van egy kis patakocska, ezt a nagyobb kis folyót táplálja. Ez onnan pétről jön a köblény fölött ered ez a kis patakocska. Nagyon jó. Hát a Balgapolvát ezt eladtam. Azzal már nem tudok foglalkozni, nem érek rá. Mert ott is nagyon nagyok a példák. Meg hát az ott két föld nem megy, tehát két tanya nem megy. Na itt van egy víztorony is, innen is lehet venni vizet. Ez a Köblény falu vége. Itt van a szalma átvevő. Itt megveszik a szalmát. Mindent. Szalmát, szénát, füvet, mindenféle bálás. Bálázott anyagot, sőt, hamsterral is lehet idehozni. Mondjuk azt nem nagyon díjazzák, mert na megnézik a papát, itt hon van-e, mit csinál a kis öreg. Szép kis házat vettünk neki. Itt a Köblénybe. Csak meg milyen szép kis házon az öregnek. Jó nagy. Na. Itt az öreg itt veszi át a cuccos te. Szinte betárulja. Tökéletes. Na jó estét, papa! Jó estét, fiam! Na, hogy van? Hát, köszönöm, meg vagyok. Most már kezdek elpihengetni. Elmegyek, megfürdök, vacsoráztam. Aztán lefekszem, mert reggelre várok egy-két
termelőt, hozzák az árut, aztán át kell venni. Jó van, papa, nem is zavarok akkor. Nagy kapu nyitva van. Nem baj, hogy nyitva, csak nyugodtan. Nem jön ide, se kisebben. Jó van, papa. Na, akkor el is mentem. Fölmegyek még a disznókat megnézem, aztán meg a csirkéket, már szerintem azok is még fönnbannak, nem igen. Megvittek el még, majd bezárom az ajtót nekik. Na jó van akkor. Menj ezt intézd a dolgot. Na, papa, akkor jó éjszakát. Szép álmokat. Na jó nap, gyövök, azt megnézem. Jó van, jó éjszakát. Szevasz. Na, menjünk akkor. Menjünk. Menjünk, megnézzük a disznókat. Az elég nem fél, hogy bejönnek. Ismeri mindenki itt a környéken. Na, ezt itt főszántottam itt jobbról. Ide majd akarok elvetni egy kis kukoricát. Az öregnek a izéjával, házával együtt jött az a főd. Na, elpérnek. Mert jön éppen. Hopp! Koma lassabban. Na, csirkék már ültek. Nagyon úgy nézem. Tojás. Hát alakul. Alakul. Na, hozunk nektek egy kis tápot. Itt van-e. Tápot adunk nekik, hogy egyenek. Nekem legyen tojás. Mert már ott már lőtte. Nem is vizem bász már ez felesleg is. Idén. Nézd be. Már le van lassulva. Na jó. Majd lesz tojás, akkor most az áramikat, amik kim vannak. Még nem ültek el. Nem rakom vissza oda a pajtába, mert vízálló zsákban van ez, úgyhogy nem tud beállni. Na menjünk, megnézik a disznókat is akkor. Ez egy szép kis tanyaj. Itt lakik egy emberem. Pista. Az rendezi itt a dolgokat. Ahogy látom, nem volt ideje kirakni a mézet. Ajaj. Összeáll egy csomó méz. Hát már méhek már el vannak a kaptárba, úgyhogy már ezekkel már dolog nincs. Na. Szalma. Ezek alatt szalma is, ezek már elfekszenek. Jó van, nem is zavarom őket. Becsukom az ajtót. Na. Hogy. Szépen. Lekapcsoljuk. Valamit a kis
Jajecske. Hűvány óra. Na jó. Van valamennyi iszap is van biztos. Jó. Ó. Pista. Nincs is itt untalan. Na. Hát itt holnap meg lesz a dolog. Holnap reggel fel kell jönni. Úgy kell tenni, hogy a tánakat, aztán utána a csirkék, tyúkok, azt utána a disznó. Na ezt mondta, mert van nekem is ilyen trakeszom, csak fülke is. És hát ilyen bukócsőr van rajta. Az enyémén. Én kértem rá azt is. Na. Megfordulom szépen. Elmegyünk haza. Este van elég volt. Kialakod a túloldalra, azt becsukom a kaput. Ennyi lám, az érintek. Csak nem jön itt erre valaki. Na, megnézem már azt a hallottam, hogy mi van itt ebben a pistában, a bicikli ajtóban. Nyugodj, meg mi nincsen meg. Úri helye van itt nálam. Na, Pista, jó estét! Nincs az itt úr. Meg sakkozik is. Na menjünk. Nincs a vicum, biztos nem van a krimóba. Na, becsukom a kaput. Menjünk haza. Köblényből, Kárászra. Szép kis valukedek. Gazdag falu, mind a kettő. Nagy hűvidek vannak. Itt a mezőgazdasággal foglalkoznak. Meg hát vannak kereskedők, ugye? Van a MÁV Cargo, van a Köblény Kft. Akkor van ott a Mariska néni, az veszi át a meleg fóliából. Fóliába termelt árut. Hát meg most már megveszik a szalmát is, szénát is. Úgyhogy ügyes emberek vannak erre. Kereskednek. Mindenki jó jár. Na itt van egy pálinka bőzde is van. Van egy minden. MÁV Cargo. Ez jó, hogy mindjárt vagomba kell tenni, nem? A zárod. Kezdek el álmosodni így is. Ma bót is bezárt.
presszúj igazán. Lesz itt a télen munka. Egy két hónap aztán lássik a hó is. Majd akkor az állatokkal foglalkozunk. Jobban ráérek. Mennyi koma? Ej, nyilván. Jó. Van itt még a szójám. Aj, azt meg kéne nézni. A szójámat. Van itt a világítás, mindenhol van az utcán világítás. Tökéletesen. Szépen meg... Szépek ezek a faluk. Ajaj. Hát ezt meg van trágyázva. Megnézzük. Ajaj, mert akkor itt tessa kész. Holnap reggelvel kezdünk. Ó, de sok munka van már meg. Ez nekem már ilyenre nincs kezem dolgozni. Úgyhogy nem is. Holnap reggel szaladok a tálakat, meg a disznókat megnézem. Aztán jövünk ki a kombájnnal. Szólok a Pistának, hogy idővel menjen haza, a kocsmába már korán kevés lesz. Van itt templom is a falunak, van itt minden. Nincs itt probléma. Na. Nem lehet szabadulni. Na majd erre. Vége. Vége kárásznak. Na. Álvaladban zárul, szállítóban nincs semmi már. Nem kell fizetnem a tárolásért se. Na, a világítást lekapcsoljuk. Na, az. Az is tárva nyitva van. Na. Vettem ebből a pótkocsiból. Most le volt árazva. Egy nagyon prima kis pótkocsi. Ilyen nagy kerekekkel. Majd. Jó lesz a gabona szállításnál a szállítóval. Na. Akkor én elköszönnék további szép estét, jó éjszakát mindenkinek, szavaztok!